Sziasztok! Lehet, hogy azt hiszitek, hogy matematikusokkal ugyanolyan könnyű pizzát enni, mint bárki mással a világon, de el sem tudjátok képzelni, hogy mennyire nincs igazatok. Rögtön megvilágítom nektek. Igazság szerint a pizza evésben nem is a pizza készítése a legnehezebb, mert hogy az egy egyszerű kenyértészta, rajta paradicsomszósz és mindenféle egyéb. Márpedig a kenyértészta definíció szerint sem lehet túl bonyolult, hiszen a világon minden kultúrában fogyasztanak ilyeneket, tehát nem kell egy Michelin csillagos szakásnak lenni ahhoz, hogy az ember egy ilyet el tudjon készíteni. A kenyértészták alapja ugyanis nem más, mint egy magas keményítő tartalmú gabona megőrölve, azt pedig összekeverjük vízzel, és kisütjük. Ezzel persze nem azt mondom, hogy nem lehet totálisan elrontani az egészet, vagy hogy nincs millió meg egyféle különböző kenyértészta a világon, hiszen gondoljatok bele, hogy mennyi múlik az elkészítési módon. Kovásszal, vélesztővel készítjük-e, vagy anélkül? Jól kidagasztjuk, vagy csak lazán összedolgozzuk az egészet? Milyen lisztből készítjük, milyen annak az összetétele, mekkora a sikértartalma, adunk-e hozzá fűszereket, forró kövön, vagy éppen sütőben sütjük, stb. De azt hiszem nagyon elkanyarodtunk a lényegtől. Szóval azt fogom most nektek megmutatni, hogy én hogy csinálom a pizzát, és hogy miért olyan nehéz ezt matematikusokkal megenni. Először is átszitálom a lisztet, adok hozzá egy kis sót, élesztőt, némi zsíradékot, jelen esetben olajat, és persze vizet. Az egészet jó alaposan összedolgozom, és addig dagasztom, amíg hólyagossá nem válik a tészta. Ez azért eltarthat néhány percig. Ha mindezzel készen vagyok, akkor félre rakom pihenni, és amíg a tészta kell, addig összerakom a rávaló csúszpajzot is. Ehhez egy kis fokhagymát pirítok olajon, hozzáadom a paradicsomszószt, sót, borsot, és persze a szurokfüvet, vagyis az oregánót. Amikor a tészta megkel, kör alakúra nyújtom, majd pedig egy forró sütőben előmelegített öntött vas serpenyőbe rakom az így kapott korongot. Mielőtt a tészta hozzáér a forró vasfelülethez, azonnal elkezd sülni, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy olyan igazi jó ropogós legyen. Ilyenkor persze nagyon gyorsan kell dolgoznom, rákenem a paradicsomszószt, és jöhetnek a feltétek is. Jelen esetben gomba, paradicsom, még Portugáliából hozott olajbogyó, ebből csak kicsit rakok rá, mert hogy erősen fogytán van. És apróra vágott kék sajtot is teszek rá, ezt mondjuk csak azért, mert ez a negyedik próbálkozásom volt, ugyanis nem egyszerű ebben a szűk kis konyhában egyszerre foglalkozni a kamerával, a dagasztással, a forró sütővel, a lámpával, és minden egyébbel, tehát alig fértem el, és össze-vissza csesztem az egészet. Szóval úgy döntöttem, hogy ezúttal megérdemlem, mert hogy én aztán tudok élni. Az egészet megszúrom, aztán reszelt sajttal, és mehet be a sütőbe. És amíg sül a pizza, jöjjön egy kis közérdekű közlemény. Azt több videóban is elmondtam már, hogy részt veszek a Szindikátorban, ami egy tehetségsegítő mentorprogram egyetemistáknak, illetve fiatal kutatóknak. Ennek során kapnak egy kommunikációs képzést, illetve megpróbáljuk őket összehozni olyan emberekkel, akik támogatólag hathatnak rájuk a későbbi karrierjük során. Na és persze, amikor az egésznek vége, egy hatalmas science show keretében fogják bemutatni nektek, hogy milyen tudományos témákkal is foglalkoznak. És az az egyesület, ami ezt az egészet szervezi, most indult egy banknak a pályázatán, ahol, hogyha elég szavazatot összegyűjtenek, akkor kapnak majd elegendő összeget ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon tudják csinálni ezt az egész munkát. Saját tapasztalatom, hogy nagyon sokat dolgoznak rajta, és a tavalyi példa is azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon jó programról van szó. Szóval mindössze annyit kérek, hogy berakok a videó alá egy linket, és ott szavazzatok a Szindikátor programra. Nyugi, mindössze egyszer kell szavazni, többet nem nyaggatlak ezzel titeket. A nevükben is köszönöm. És voilà, itt is van életem legborzalmasabban kinéző pizzája. Oké, nem mentegetőzöm tovább, mert hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan lehet ezt öt felé osztani. Egy átlagember valószínűleg fogná egy kést, és egyszerűen feltarabolná csak úgy szemre. A matematikusok viszont nem ilyenek. Ezt nem magamtól találtam ki, a neten olvastam. Gáspár Merse előtt honlapján, ez ugyanis a novemberi feladványa. Ők állítólag olyanokon agyalnak, hogy hogyan lehetne három vágással felvágni ezt az egészet öt egyenlő területű részre. A játék leírása szerint öt matematikus csupa egyenes vágással szeretné felosztani a pizzát öt egyenlő területű darabra. Viszont nem szeretnének több vágást ejteni, mint amennyi feltétlenül szükséges, úgyhogy abban egyeznek meg, hogy három egyenes vágással fogják felosztani, mégpedig úgy, hogy a vágások között nem mozgatják a pizza darabjait. Oké, matematikusok, miért nem tudtok csak úgy simán enni? És a kérdés ehhez kapcsolódik, hogy lehetséges-e ezt megcsinálni, és ha igen, hányféleképpen, vagy ha nem, miért nem lehet, vagy miért nem annyiféleképpen, ahogy. Merse a feladatot alaposan részletezi a honlapján, úgyhogy menjetek el, linket a videó alatt találtok,
és próbáljátok meg megoldani a feladványt. Ha megvan a helyes megoldás, akkor ne nekem küldjétek, hanem Mersének az e-mail címe ott van a megadott linkem. És aki elküldi neki a helyes megfejtést, az természetesen bekerül abba az egész éves játéksorozatba, amit tavaly decemberben indított el. Szóval hajrá, és remélem megnyeritek a sok értékes nyeremény egyikét. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, és hogyha szeretnétek támogatni ezt a sorozatot, illetve a podcast adásokat, amiket készítek hétről hétre, akkor a Patreon linket odalent a videó alatt találjátok. Előre is köszönöm, sziasztok! Mondjuk, ízre jó.